Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Megálltak a fejlesztések Szekszárdon, a polgármester szerint továbbra is döntésképtelen a többségi frakció. Elbocsátások a gyárakban, megérzi a koronavírus második hullámát a gazdaság. Maszkot kell viselni az éttermekben is, a vendégszám csökkenésétől tartanak a vendéglátósok. Betelepülők újjá szerveződik a helyi gazdaság Bogyiszlón. Egyre nagyobb gondot okoz, hogy az ilyen Szekszárd frakció döntésképtelensége akadályozza a Tolnai megye székhely fejlesztéseit. Erről a város polgármestere a leghallgatottabb rádiócsatornán beszélt. Ács Rezső a Rádió 1 műsorában példaként a városba tervezett orvosi rendelőt említette. Az ilyen Szekszárd frakció ugyanis az eredeti helyszínen tervezett beruházást előbb leállította, majd a város határában akartak a belvárosban élőknek rendelőt építeni. Közben viszont Szekszárd elbukott több mint 60 millió forintnyi támogatást, de a teljes kár 100 milliós nagyságrendű lehet. Látványosan lelassultak a fejlesztések Szekszárdon az elmúlt hónapokban, mert a közgyűlésben többségbe került ilyen Szekszárd frakció döntésképtelen. Erről az ország leghallgatottabb rádiócsatornáján beszélt a város polgármestere. Ács Rezső azt mondta, ennek kiváló példája az orvosi rendelő, mert miután az ilyen Szekszárd frakció az eredeti Szabó Dezső utcai helyszínen leállította az építkezést, úgy döntöttek, Szőlőhegyen építenek rendelőt, csak hogy nem az ott élőknek, hanem a belvárosban lakóknak. Ráadásul a városnak több mint 60 millió forintot vissza is kellett fizetni az építkezés leállítása után, és a kivitelező kártérítési igénye miatt a teljes kár akár 100 milliós nagyságrendű is lehet. A legutóbbi közgyűlésen végül Ács Rezső tett megoldást jelentő javaslatot, ami szerint ne egy, hanem két rendelő épüljön a városban. Egy Szőlőhegyen, egy pedig az Aliszka és az Aljende utcák találkozásánál, így egy betegnek sem kell majd hosszú kilométereket utazni a házi orvoshoz. Bírósági járunk, rendőrségre járunk, nem ezzel kéne foglalkozni, én azt gondolom, hogy vannak a város érdekében meghozandó döntések, azt meg kell hozni, és el kell indítani a projekteket. Most, ami éppen folyik egyébként, ezek mind az előző három évben készítettük, ezeket az előző három évben készítettük elő. Ács Rezső a Rádió 1 műsorában arról is beszélt, hogy a városnak egyre nagyobb problémát jelent, hogy az ilyen Szekszárd frakció hátráltatja a beruházásokat, amit már a topos fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár is szóvá tett. Amit Ollá Gábor államtitkár, helyettes államtitkár úrtól kaptunk felhívást, hogy a város hogy áll a projektek megvalósításával, ott rengeteg olyan, fel vannak sorolva a projektek egyébként, és 2,5 és 10 hónap közöttiek a csúszások. Most, ha visszaszámolunk szeptember végétől, akkor könnyű kitalálni, hogy ez már az új közgyűlés ciklusára esik. Az ország leghallgatottabb rádió csatornáján, a Rádió 1 műsorában Ács Rezső legközelebb pénteken délelőtt lesz hallható. Ács Rezső Rádió 1-nek adott interjújával kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort, az ilyen Szekszárd frakció vezetőjét is. Szerettük volna tőle megtudni, nem tartja-e aggályosnak, hogy már a topos fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár is szóvá tette, hogy az elmúlt hónapokban lelassultak a fejlesztések a városban. Valamint arra is kíváncsiak lettünk volna, mit gondol arról, hogy a saját frakciójának több tagja szerint is rossz ötlet volt Szőlőhegyre orvosi rendelőt tervezni a belvárosban élőknek. Bomba Gábor viszont adásunkig egyetlen kérdésünkre sem válaszolt. November elején a ruha és a textilkereskedőket ellenőrzik a NAV Tolna megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai. A revizorok vizsgálják a nyugta és a számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árukészletek eredetét, valamint a helyes pénztárgép használatot. Az elkövetkező napokban ellenőrzésre lehet majd számítani Szekszárdon, Bonyhádon, Pakson, Dombováron és Tolnán. Kevesebb dohánybolt lehet a jövőben. Lázár János a nem dohányzók védelme érdekében szükséges teendők összehangolásáért felelős miniszteri biztos ugyanis azt nyilatkozta, hogy a közeljövőben csökkenthetik a trafikok számát, tovább növelve a boltok ellátási területét. Miután a kereskedelmi koncesziókat 20 évre engedte át az állam, első körben úgy szűkítheti a piac, hogy nem újítják meg a visszaadott koncesziókat. Azokon a területeken pedig, amelyeken ellátási hiány van, csak a korábbiaknál indokoltabb esetben adnak ki ideiglenes engedélyt. Jelenleg 5500 dohánybolt van az országban. Több Tolna megyei gyárból küldtek el csoportos létszámleépítés keretében dolgozókat a termelés visszaesése miatt.
A koronavírus járvány miatt ugyanis kevesebb megrendelést kapnak a cégek. Az egyik vállalatnál például jelenleg 64 fővel dolgoznak kevesebben, mint januárban. Többen jelezték televíziónk számára, hogy tömegével küldtek el munkavállalókat több Tolna megyei gyártól. Információink szerint az egyik egy szekszárdi Bőröngyeiről ismert gyár. A legnépszerűbb közösségi oldalra dühös, elkeseredett bejegyzést posztolt egy férfi, aki azt állítja, őt is elküldték. Többen hozzászóltak a bejegyzéséhez, megerősítve a leépítést. A szekszárdi vállalat igazgatója írásban adott nyilatkozatában cáfolta a gyár bezárásáról szóló beszámolókat. A csoportos létszámleépítést azonban elismerte. Ugyanakkor azt nem árulta el, hogy pontosan hány embert küldtek el. Arról is keningtek hírek, hogy egy tolnai autóipari eszközöket gyártó vállalatnál is tömegével küldtek el dolgozókat. Ezt a gyár HR igazgatója részben erősítette meg. Elmondta, a tolnai telephely bezárását nem tervezik, és részlegeket sem kívánnak megszüntetni. A koronavírus járvány miatt tavasszal leépítésbe kezdett a cég a rendelés visszaesés miatt. Körülbelül 150 embert küldtünk el április-május hónapban. Ugye, ahogy említettem, 85 fővel emelkedett azóta a létszámunk. Szerencsére az új munkavállalók, tehát a régi munkavállalóinkat is vissza tudtuk venni elég nagy arányban, és további növekedés idei évben körülbelül 10-15 fő várható. A jövő évről egyelőre még nagyon bizonytalanul tudnánk nyilatkozni. Összességében valóban csökkent a gyár létszáma. Az év elején 660 dolgozót foglalkoztattak, most pedig 596 főt, vagyis 64 fővel dolgoznak kevesebben a cégnél most, mint januárban. Szerettük volna megtudni a Tolna megyei kormányhivatal illetékes osztályvezetőjétől, hogy hány csoportos létszámleépítést jelentettek be mostanában Tolna megyében, milyen településeken, hány gyárban folynak elbocsátások, ám adásunkig nem kaptunk választ. 3989 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 86.769 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 84 beteg, így az elhunytak száma 1973 főre emelkedett, 20.856-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma közel 64.000 fő, Tolna megyében 949 fertőzöttet tartanak nyilván a járvány kitörése óta. November 2-ától szigorodtak a maszkviselési szabályok a szórakozóhelyeken, a vendéglátó egységekben, illetve a sportrendezvények vendéglátó részein is. A szigorítás értelmében a maszkot kizárólag csak étel- és italfogyasztás közben lehet levenni. A rendőrség pedig sokkal szigorúbban kérheti számon a szabályokat. Az egyik szekszárdi étteremben attól tartanak, hogy az intézkedés miatt vendégeket veszítenek majd el. A kormány döntése értelmében kiterjeszti a maszkviselési kötelezettséget hétfőtől, tehát november 2-ától a vendéglátásra, illetve a szórakozó helyekre is. Az operatív törzs október 29-ei sajtótájékoztatóján Kis Róbert arról is beszélt, hogy az üzemeltető felelőssége a szabályok betartatása. Az étterem vezetőinek a vendéget például a szórakozóhely elhagyására is fel kell szólítania, ha a figyelmeztetést követően sem hajlandó viselni a maszkot. Mostantól a vendéglátóhely vezetőjének kell arról is gondoskodnia, hogy a szabálytalankodó a későbbiekben se tudja igénybe venni a szórakozóhely, illetve a vendéglátó egység szolgáltatásait. Egy szekszárdi étterem dolgozója szerint nem lesz egyszerű betartatni a szigorúbb szabályokat a vendégekkel. Az új szabály szerint, aki bejön és bent tartózkodik az étteremben, sajnos maszkot viselnie kell majd, ugye. Ha csak pulthoz jön oda, ha csak beszélni szeretne egy pár szót, vagy foglalni asztalt, sajnos hordania kell. Ha már leül egy asztalhoz fogyasztani ételt, akkor leveheti, viszont, hogyha mennie kell mosdóba, vagy bárhova elszaladni, ugyanúgy vissza kell sajnos vennie. Az étterem dolgozója szerint a kisebb gyerekek esetében fordulhatnak elő nehézségek, ugyanis a játszósarokban, az asztalok körül nekik is ugyanúgy viselniük kell a szájmaszkot. Reméli, hogy a szigorúbb szabályok miatt nem lesz kevesebb munkájuk. Reménykedünk benne, hogy nem fogja visszaszorítani a forgalmunkat. Nem hiszem, hogy ez egy olyan súlyos lépés, mivel eddig is voltak azért ilyen elvárások, hogy hordjanak az emberek maszkokat. Viszont biztos, hogy lesz olyan, aki ezzel nem fog egyetérteni, és ez miatt nem fog eljönni.
A kormányrendelet értelmében a maszkviselésre vonatkozó szabályok betartatását a rendőrség is ellenőrizheti. Azt a szórakozó helyet vagy vendéglátó egységet, ahol nem tartják be a szabályokat, az egyenruhások akár be is záradhatják. Maximalizálni fogja a kormány az ingatlan vásárlása esetén fizetendő közjegyzői díjakat, közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin azt mondta, a cél az, hogy ne lehessen akármekkora összeget elkérni, ha valaki ingatlant vásárol és ahhoz hitelt vesz fel. Ez több 10 000 forint megtakarítás jelent a családoknak. A hagyományos gazdálkodási formák kihalóban vannak. Eddig nem volt helyben olyan munkaerő, ami ezeket továbbvinné. Ezt mondja Tóth István bogyiszló polgármestere. A település vezető ugyanakkor hozzátette, hogy látnak egyfajta fellendülést a faluban. Egyre több család telepedik le náluk, ez pedig új vállalkozások megjelenését és a település további fejlődését eredményezheti. Paprikák lógnak ennek a bogyiszlói háznak a falán. A gazda azt mondja, egyre kevesebben foglalkoznak ezzel a hagyományos, évtizedeken át meghatározó gazdálkodási formával. És a munkaerő is egyre kevesebb, aki ebben a sok kézi munkát igénylő munkafolyamatban részt venne. Tóth István a település polgármestere azt mondja, átalakulóban van a kis települések gazdasága, hiszen a folyamatos betelepülés, amit a családtámogatási rendszer generált, új igényeket fog kitermelni a falvakban. Megérzik a fiatalok, hogy itt potenciális lehetőség van, és akár helyben létesítsenek vállalkozást. Én reménykedek ebben, hogy ez egy nagy lökést fog hozni a mi életünknek. Bogyiszló meg egyébként jó helyen van, és itt élni jó. Ez az autószerelő műhely is egykor Paprika Malom volt. A helyben élő fiatal pár férfi tagja működteti a műhelyt. A felesége új vállalkozásba kezdett. Annak ellenére, hogy a boltom Szekszárdon van, én mindent a környékbeli termelőktől szerzek be. Ferenci Ágnes azt mondja, egyre többen vannak, akik fiatalon arra készülnek, végigviszik az elképzelésüket és vállalkozást nyitnak a településen vagy közvetlen környékén. Ez pedig a kis települések újraéledését hozhatja magával. Legfrissebb kutatásaikról számoltak be a szekszárdi Vosinszky-Bor megyei múzeum munkatársai kedden november 3-án. A rendhagyó előadás sorozatra a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából került sor. 1825-ben Széchenyi István november 3-án ajánlotta fel birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására. A körülöttünk lévő világ megismerhető, bár még nagyon sok titkot rejt. Az, hogy egyre többet tudunk róla, a tudománynak köszönhető. Mondta a Magyar Tudomány ünnepének köszöntőjében Erdei Anna, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyettese. Országszerte 1997 óta ünneplik a Magyar Tudomány ünnepét, és a szekszárdi Vosinszky-Bor megyei múzeum évek óta arra használja az eseményt, hogy az évben végzett kutató munkáról tartson beszámolókat az érdeklődőknek és a szakembereknek. Mindig van olyan, ami valamilyen évfordulóhoz kötődik, tehát ilyen értelemben Mészöly Miklós 2021-ben a 100. születésnapját fogjuk ünnepelni. Lovas Csilla például ennek apropóján választott egy szekszárdi Mészöly témájú előadást, vagy dr. K. Németh András, tudományos titkárunk, 100 éve elhunyt Kammerer Ernőre, a kiváló középkoros történészre emlékezik. A tudományos munka az alapja a múzeum egyéb közönséget is érintő tevékenységének, mondta Vizi Márta múzeológus. Ezért fontos számunkra, hogy összefoglaljuk munkánk lényegét évről évre. Lehetőségünk van arra, hogy valóban élő kapcsolatot teremtsünk a környékbeliekkel, tehát nem egy halott intézményről van szó, amelynek a kutatói vagy dolgozói bezárkoznak egy elefántcsontoronyba, hanem valóban élő kapcsolatokat teremtenek a környezetükkel. A tudományos nap anyagából minden esztendőben múzeumi évkönyv készül. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Fotókon a somogyi temetők 10. alkalommal keresték a legjobb képeket. Szalonverseny, bajnok lett az újonc Rép Krisztián. Az őszt és az elmúlást örökítették meg legszívesebben a fotósok a somogyi temetők üzenete pályázatra. A jubileumi 10. versenyre 34 alkotó nevezett több mint 300 képpel. A zsűri idén Sárdi Adél fotóját értékelte a legjobbnak.
Még a nehéz időkben is emlékezni kell a szeretteinkre, akik már nem lehetnek velünk. Erről beszélt Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője, a Somogyi Temetők üzenete fotókiállítás megnyitóján. Az újság és a Somogy Temetkezési Kft. Már 10. alkalommal díjazta a legjobb munkákat. Idén Sárdi Adél Inri című alkotásával győzte meg a zsűrit. A fotó a kaposvári hősök temetőjében készült, az alkotót elsősorban az őszi színek késztették arra, hogy megörökítse a pillanatot. A színek egyrészt a falevelek, másrészt, hogy hát maga a helyszínnek a története tetszett nagyon. Adél sokat szóra nevezett a versenyre, győzni azonban most sikerült először. A pályázat már Benkocs Balázs számára is ismert, idén 4 fotóját állították ki. Mint mondja, minden évben próbálja új szemszögből megmutatni a somogyi temetőket. Igazából egy kihívás önmagammal szembe. Mindig próbálok újat és újat alkotni, más perspektívából nézni a dolgokat. Most idén az újdonság a drón volt, tavalyakhoz képest. Balázs az Út a végtelenbe című alkotása ezúttal a 3. helyre volt elég, amíg Primón Anna Mária Fény és Árnyék című képét a Memento díjjal értékelte a zsűri. A csokonyavisontai fotós azzal is kísérletezett, hogy a pályamunkákat színes vagy fekete-fehér változatban küldje be. Próbálkoztam, mindegyiket színesben is elkészítettem, különböző effektekkel, meg fekete-fehérbe is, és igazából a 10 kép közül 2-nek állt jól a szín, a többi fekete-fehérbe valahogy jobban mutatott. A 16 alkotás közül a 2. díjat Tóth Gyula, Körforgás című fotója érdemelte ki, amíg a Noszlopi díjat Kisbankné Kondákor Marianna Hősök voltak képe kapta. Rép Krisztián remek versenyzéssel a Lada kategória bajnoka lett az idei Sofia Net Salon versenysorozatban. Az utolsó mindent eldöntő fordulót október 31-én rendezték meg Orfűn. Idén indult először ladájával Rép Krisztián. Részt vett a szlalombajnokságban, volt előfutó a Rally 3-ban, de élesben is versenyzett már. A fiatal rallis kategóriájában az élen állt az utolsó orfűi szlalomfutam előtt. A szlalomok jól sikerültek, ugye ebben ez az utolsó, itt a bajnoki címért küzdünk most a kategóriába. Amúgy, ahol nagyjából tudtunk, ott mentünk az évbe, belefért egy Rally 3-as futam is, abból egy kicsit többet szerettünk volna teljesíteni, de majd már jövőre. Úgy összességében az évünk egész jónak mondható. A Rép családban nem újdonság az autóversenyzés iránti vonzódás. Krisztián nagyapja és édesapja is versenyzett. Rép László a 90-es évek elején belekóstolhatott a Rally 2-be, valamint a hegyi Európa bajnokságon is indult a Mecsekhegyi versenyen. Nem csoda, hogy Krisztián és kézilabdázó testvére Fanni is megfertőződött. Az édesapa mindenben segíti a fiatalok álmának beteljesedését. Innentől az övé, az ő döntésük a jövő. A szlalom, illetve a minirallik, azok gyakorlatilag, illetve a Rally 3 előfutók is mind-mind azt a célt szolgálták, hogy gyakoroljon. Mert gyakorlásra szükség van. Lehet, hogy van, azt mondják, a nálam okosabbak és nem ennyire elfogultak, hogy gyakorlatilag van tehetsége hozzá. Fanni is ügyesen navigál. Azt, hogy mit hoz a jövő, hogy most ők együtt maradnak jövőre vagy sem, illetve hogy mire lesz lehetőség anyagilag, ezt talán majd március-áprilisban látni fogjuk. Rép Krisztián remek versenyzéssel a Lada kategória bajnoka lett az idei Sofia Net Slalom versenysorozatban. Mint mondja, jövőre folytatja, akkor még erősebb ladával vág majd a Rally 3-nak. És végül nézzük főbb Tolnamegyei híreinket még egyszer röviden. Megálltak a fejlesztések Szekszárdon, a polgármester szerint továbbra is döntésképtelen a többségi frakció. Elbocsátások a gyárakban, megérzi a koronavírus második hullámát a gazdaság. Maszkot kell viselni az éttermekben is, a vendégszám csökkenésétől tartanak a vendéglátósok. Betelepülők újjá szerveződik a helyi gazdaság Bogyiszlón. Szerdán a reggeli köd eloszlását követően előbújhat a nap is, de alapvetően felhős, borongós időre készülhetünk, este az eső is eleredhet. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!